Közben amúgy majd néha bossz, csak megvagyok fázva egy picit. Aztán szívogatom az orrom. Cavalheiros! Köszöntünk minden kedves nézőt! A CCDC Racing Series Brazil futamán! Óriási! Jön az A-liga Interlagosból, Brazíliából. A Sancho Valbó párossal. Így van. Szerbusz. Senyor! Ah, köszönöm szépen ezt a felkomfot, nagyon aranyos vagy. Igen, eljöttünk a 21. verseny hétvégéhez Brazíliába, ugye lassan szezon záró, és Mexikóban a C, illetve a B ligában is múlt héten bajnokot arathattunk. Az Alba. Még jobb, a C-ben is az Alba. Ugyanúgy, tök mindegy. De azon a hétvégén bajnok volt. Azon a verseny hétvégén két bajnokot emelhetünk a magasban, ugye C-be Jazz Gyurit, illetve A-ban Plessit, hiszen mind a ketten behozhatatlan hátrányra tettek szert, és ezzel megnyerve az egész bajnokságot. A B-be ma tudott Chris nyerni, ugyanis Áron előtt végzett, azt hiszem a tizen, vagy nem tizen, Dávid segíts. De a tizedik. De a tizedik helyen végzett, és ugye Áronnak az ötödik helyen kellett volna befutóba, vagy az ötödik helyen kellett volna leincsék. Ahhoz hoppá esik az eső egyébként. Az ötödik helyen kellett volna beérjen a célba, hogy egyáltalán labdába rúghasson még jövő héten is Abu Dhabiba az összetett bajnokságért. Na de én megragadom az alkalmat, ugyanis a Dávidnak már mondtam stream elején, hogy csak itt gyorsan beállítottam a dolgaimat, hogy egy meglepetés. Hát nem meglepetés, hanem úgy úgy minden, hogy ugye a Dávid, kedves barátom, csapattársam, illetve ligatársam, most már jövőre, sajnos, lemegy ugye a C-ligába, és tényleg rohadt sok mindent, már bocsánat, hogy én mondom, de tényleg nagyon sok mindent megéltünk együtt, nagyon sok futamot éltünk meg együtt, 22-t jövő héten szám szerint, és... Mínusz, amiket kihagytunk, igen, hát én négyet. De mindegy, és innen is szeretném, Dávidom, neked megköszönni ezt a remek, fantasztikus, remek évet, és ezt az, vissza fogom sírni egyébként, meg köszönöm neked mindazt, Dávid, amit egyáltalán rakhattam ebbe a játékba, meg azt is köszönöm, hogy egyáltalán itt lehetek ebbe a fantasztikus közösségbe. Az idegrendszeredet. Meg azt is, igen. Úgyhogy tényleg nincs más hátra, mint hátra, és csak előre, te meg aztán legyél bajnok a C-ligában, mert ha nem, akkor... Nem tudom. Nem tudom. Ugye tényleg nagyon szépen. Na, akkor mi lesz? Nem találtam még ki. Legyen az is meglepetés. Hát figyelj, mi visszatérve erre, még azért egy futamunk még van, még azért ez a közvetítés van, úgyhogy tényleg azt mondom, hogy... Élvezzük ki, tényleg üdvözlünk mindenkit, és annyit szeretnék kérdezni előjáróban, kép jó-e, hang jó-e, minden jó-e, Samba, Rio de Janeiro, Twitch, minden, közben rendben van már kint a pályán, és esik egyelőre az eső, bár ha jól olvastam, akkor 15 perc után, hoppa. Jó formán, kb. A kvalifikáció elején bocsánat, az a kvalifikáció végén fel fog száradni a pálya és el fog állni az eső, úgyhogy én azt mondom neked, hogy itt a Q1 végén, hogyha minden jól áll, de legkésőbb a Q2 elején hát lesz itt banzáj gazdagom. Közben rendével tekintsünk meg egy kört. Minden fullos, minden jó. Jól van, akkor jól van. Akkor hál' Istennek. Igen, mert ugye itt évközben nagyon behányt a Twitch meg így az egész. Közben rende. És el is veszi, így van.
Akkor én bepattanok a Krokorihoz. Ugye Pleszi csapattársa, aki múlt héten bajnok lett, amit az előbb mondtam. Összetetben is előkelő helyen áll a top 10-ben, most nem tudom megnézni, meg kilométerekre van tőlem a telefon, meg a számítógép is. Plazio közben összetörte, bocsánat. Krokori egyébként 7. összetetben. Így van, ugye Pleszi csapattársa, és nagyon-nagyon-nagyon jól szerepelnek egyébként hétvégéről hétvégére. Igen. Olyannyira, hogy egyébként a Red Bull megnyerte a konstruktőri bajnokságot is itt az A-ligában, ugye hát ez nyilván nem azt mondom, hogy így nagy dobra lett verve, mert igazából tehát csak hogy is fogalmazzak, hogy kisebb értékkel zajlott, hogy hello, lett egy konstruktőri bajnokunk is, közben Rokorinak is elvette a körét. Igen, közben Bálint 1.16.803 és mögött a Pisti jön 1.16.934-jel. Igen, itt pedig turbó van a képernyőn, szóval azért is kérdeztem ezt a... kérdést, hogy tényleg jó-e minden között turbó 16-6-tal, ugyanis én itt közben a háttérben aranyosan C-ligát töltök föl YouTube-ra, a harmadjára ezúttal, nem a harmadik különböző verzióban. Nem negyedjére? Vagy várj, négyszer láttad meg, vagy háromszor, tehát, vagy mi? Mert azt tudom, hogy valami négy hát volt a C-ligás csapiga. Most próbálok egy ilyen másfajta verzióba föltenni. Aha. Aztán az hát, ha működik. Aztán remélem, hogy tényleg nem fog meghalni. Mindenközben Chris itt a Racing Pointoknak és Plessinek szurkol. Igen, közben ugye Chris is itt van. Ha már itt van a cseten, akkor ugye Chris is a délelőtt folyamán, ahogyan ugye te is mondtad, Habó, bajnok lett a... B-ligában. B-ligában, így van. Áron közben Z. Matyesz alias Zimbi vadunak szurkol. És közben keresek. Hammer. Hammer átveszi a vezetést 16-6-tal. Pisti pedig feljön a harmadik. Igen, közben vére elment még egyet, de a Senna-esben nagyon megcsúszott. Fuhu. Most ezt megfogta. Dél. Nem is javít, egy tizedes rontásban van egyébként magához képest, úgyhogy jövök Plessire, aki viszont 8 tizedet javít. Egyelőre. Egyelőre a hatodik helyen áll. Én adminátorom vagyok. Szóval, ugye most már a jövő heti szezon záró futamokra már mind a három liga úgy fog érkezni, hogy tulajdonképpen az érdemi kérdések eldőltek a bajnokságot illetően, közben adminátor a második. És ezekkel a... Közben bocsánat, hogy beleszólok a szavadba, de Plessi egy másodperces javításban van. Óriási kör lesz ez tőle. Akkor repülök. 1.15.8 eddig neki. Hatalmas, 1.15.8, így van, 8. 8 is mondtam, 1 másodperc és 7 százados javításból volt Pressi. Nagyon szép kör volt. Isti? Egy 21.09. Marad a hatodik. Nem javított. De elmegy még egyre Pisti. Közben... Bence most fejezi be. Glóri pedig most kezdi a gyors körét, úgyhogy vattadjunk meg Glóri mellém, és nézzük meg Glórival egy kör. Szépen még konstruktőri harc. Igen. Zajlik az élet még konstruktőri szempontból, illetve más pozíciók szempontjából is a csata a bajnokságé, de ugye, hogy még egyszer mondom, az érdemi kérdések eldőltek. Viszont én egy pillanatot szeretnék kérni, csak meghalt a kontrollerben az ellen, úgyhogy én kicserélem, egy másodperc is jövök. Jaj, pedig egy picit lejjebb vettem a játékot. Turbó közben a háznak szurkol. Igen. Az a húzza. Utamon nem fog esni. Hú, közben azért Glóri is úgy csúszik. Így van, visszajöttem, elnézést. Egyébként közben Turbo úgy van vele, hogy felnöki a lágykeverékeket, de egyelőre csak a boxba.
Hát lehet, hogy én már ezeken az interreken nem óhajt kijönni. De nézzük, Glorit, aki 15-9-el a második egyelőre, följön Plessy mögé. Igen, én nézem Plessyt, eljött még egy körre az intereken, egyelőre nem láttam, hogy javítem el az első szektor, pont a végére értem oda. Az adminátor tud-e faragni? Nem tud. Marad az ötödik helyen. Egyelőre nagyon óvatosan veszi Plessy, és javít egy tizedet a második szektorban. Plessy. Bizony. Hát ez is egy óriási kör lesz egyébként, ha tud valamit találni az utolsó szektorba. Na nézzük, hova jön, 1-15-6. 5-6. Na. Még egyébként Rendének és Laudának nincsen köre, Rendének meg is fog történni ez ebben a pillanatban. Közben egyébként 16-8, tizedik. Adminátor 2-tizedes javításban van az első szektorban. Itt hátul nézed, Balázs az, aki egyelőre a 15. helyen, hát egyáltalán nincsen biztonságban, bár ugye van még 8 perc 50 vissza, de iparkodnia kell Balázsnak. Ugyanis, hát igen, eléggé ott a veszélyzónában mozgolódik, de javít is Balázs, feljön a 11. helyre. Vél a 9. egyelőre. Na nézzük, jön adminátor, de egy... be is jön a boxba. Nem jön. Rokor is jön be. Rémanáti nincs körön. Hammer elkezdte, igen. Vél. Hopp, és Hammernek el is vette, Vél. Az egy tizedet javul Vél egyébként. Lauda, akinek egyébként még nincsen köre. Igen, közben jön Rende, ő egy tizedet javít ő is. Ő Balázs, ő pluszban van. Ezük vélt. Jó, és rendbe bejön. Ja, ő... hát most ilyen beugrósként így beugrott. Williams színeit képviselve. És hosszú idő után két Williams a pályán. Így van, ugye egyébként újra visszajött, vagy sőt újra, visszajött a DRS. Megkaphatták a DRS-t a versenyzőink. És így javított ami mondjuk... tizedet. Azt leszámítva, hogy esik az eső, az eléggé merész húzás, hogy így van, és így el is megy vél még egyre, hiszen eső ide vagy oda, de DRS, és gyors, tehát gyorsulhat vele. És hát itt minden tized, minden egyes tized számít. Így van, de egyébként elvette vél, hiszen nem akarta még jobban nyúzni magát. Na Laudát közben. Hammer kezdte. Igen, Lauda is. Hammernek elvette. Közben elállt az Laudát. Eső, és egyre többen rakják fel a lágykeverékű gumiabroncsokat a versenyszemélygépjárműre, hogy fogalmaztál. Igen. Évközben valami bár... szó. Igen, bár most még Lauda kint van az intereken. Hát az... lehet, hogy az nem fog jót tenni neki. Aztán ki tudja, hogy taktikázik, hogy gondolkodik a Ferrari. Igen, közben egyébként, hogy a chat se unatkozzon. Egy kis, hát nem játék, de egy ilyen kis, hogy hívják rá, mondjad már, ilyen beszélgetésre hívlak titeket, vagyis hát nem beszélgetés. Az, hanem, hogy nektek mi tetszett az idei évben, melyik futamot éltétek meg a legjobban, illetve az áligás közvetítéseinkből, amit én és a Dávid vittünk, melyik volt a legemlékezetesebb pillanat? Ezt akkor kérlek szépen először erre válaszoljál te. Erre a kérdésre, hát közben Lauda a hetedik! Mindenféleképpen a legjobb versenyem az a Ausztrália volt, ugye a negyedik hely. Illetve a brit, az bocsánat. Ötödik. Bocsánat. Az... vadú lágyakon kifáradt a pályára. Na. DK viszont interen, jaj. Szóval... Ausztrália negyedik hely, illetve... Nagy-Britannia ötödik hely volt a legjobb. Illetve ugye Olaszországot harmadik lehettem volna, hogyha nem vagyok buta és rakom be a gamer mellé, és törik le a szárnyam. És a közvetítésből, Dávidom, egyértelműen az összes, tehát hogy tényleg nagyon élveztem, nagyon élveztem veled együtt kommentálni az évben. Úgyhogy remélem elsőbben is lesz ilyen. Bocsánat, én is lecsekkoltam a kis céligás
dolgot, hát nem jött össze a kis tervem, úgyhogy erre tényleg ki kell valamit találni, mert ez így nem állapot. Hogy tegnapi verseny a 33. körig közben az Jurit azt írja. Hát igen, közben vadú. Első fecskeként, ahogy már mondtam, kijött a lágyakon. Igen, és óriási, hát nem, 8 másodpercet javít. Fölszáradt a pálya, minden. Tehát itt vadú nagyon komolyan lépés előnyben van a többiekhez képest, és Bence is elkezdi a körét, és Nyúmáté is kint van. Hát vadúból itt élve, egyébként hát 4 másodpercet javít vadú, ami azért nem annyira jó. Ugye még csúszik ám a pálya, nincs annyira felszáradva, vagy csak vadú nagyon belehibázott a körébe. Előfordulhat igazából mindegyik verzió is. De igen, de mindenféleképpen átveszi a pólt vadú. Ezzel az idővel. Így is van. Nézzük Bencét, Nyúmáté, Nyúmáté! Hoppá! Hopp, igen, elment egy kicsit füvet nyírni Nyúmáté, hát a pályagondnok ennek örülni fog. Na de vadul már 2 tized javításban van. De nincs benzine, illetve az ERSZ-e is már csak 30%. Hát lehet, hogy még talán egy gyors cserére még lesz idő vadunál, de majd Bencére kíváncsi leszek, hogy Bence hol lesz. Igen, vadúhoz képest. Leszi, Glory most kezdi meg. Turbo lassan. Pisti most! Pisti is állott, de szerencsére nem törte össze az autót. Bence viszont... közben 12-0. Nagyon rossz helyen állt meg Pisti. Pont jön Turbo. Na, ott látom, hogy sárgáznak gazdagon. Közben Glory van gyors körön, szintén most már a lágyakon. Na vadú 9-10, nem, bejön, behozza a boxba. Behozza. Beülök az aljúgabarokához. Lehet, hogy föltesz még egy lágyat. Glory egy picit megcsúszott a tarázókövön. Hát igen. Bejövök az aljúgabarokához, Plessihez, és végignézek vele egy kört. Mit szólsz? Én Hamburghez pattanok be, a másik McLarenhez. Tegyél így? Ugye itt a kettes szektorban. De hát itt, itt ahogy mondtam... Nagyon jól jön Kirokori Plessi elé, hiszen szélárnyékozik a két Red Bull. Pont kijött egyébként Rokori Plessi elé, és jól jött ki egyébként Plessinek. Hát, valószínű ez volt a taktika, tehát ez nem egy véletlen húzás volt. Tehát... Na, közben tényleg visszatérve eddig itt a pályára, Hammer fogja befejezni a gyors körét. Hammer. Amen. És egy 10-2, bizony, tényleg elkezdett fokozatosan javulni a pálya, és most, aki még nem tette ki, vagy nem tette ki a kis nóziát a pályára, vadú, Manati, azoknak jönniük kell. Igen, közben egyébként lesz egy 5 másodperces javításban. Hát persze, hát egyébként mindenki agyba főbe fog javítani. Ott jön egy turbo, ha jól látom, bizony, turbo 098. Jó, Plessi 0-9, 3! 3! Csuhu! Jön Pisti. Xidu óriási nagyot fog javítani. Vagyis... Nem, egyelőre nem. 6. 16, 5, 15, 3. Igen, de elmegy még egyre. Ott. Ott jön egy Racing Point. Rende. Rende 5. Akkor jön a másik. DK 3. Ott jön egy Williams. Vél második, na. Ezért mondom, alakul itt a sztori. Jön rendben. Glory. Hammer is javít. Szerintem... Hammer javít, de 600-dik ez. A második Hammer. 8-15 javított. Glorynak most lesz az éles köre. Jön Adminator, aztán jön Ádám. És jön utána Lauda. Na de, nézem a kiesőket, illetve mert Balázs és Nyúmáté kieső helyen, de Balázs most jön, neki elvette a körét, és most fogja elkezdeni. Na nézzük Balázst! Kiesik, vagy marad a Q2-ben? Velünk, hát. És a képernyőn. Hát eddig Senna est elfékezi, de azon kívül nagyon szépen megvan neki. Jön a DRS szakasz. Rokori közben átveszi a vezetést, bocsánat. 0-8-2. Na, hát jönnek itt a... A 7-es meg 8-as idők egyébként. Pisti 089. Na, két, jön...
másodperces javításban. Lauda, Lauda most kezdi meg. Ilyen Nyúmáté, Nyúmáté is most kezdi meg. Új Nyúmáténak mekkora szerencséje volt, te atya úristen. Ott kijön egy ház a boxba, Rendel jön a boxba, Vél jön a boxba. Igen, Balázs most a második szektornak a felénél egyre nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó kör egyébként. Rende vitája. Hát, itt agyba főbe fog itt javítani mindenki. Na nézzük, mennyit javít Balázs. 7 másodperces javításban van Balázs. Atya úristen, mi kör 0-9-es kör lesz. Manati második. De hova lesz elég Balázsnak hanyadik helyre? Glory nem javított. Az ott Glorynak lesz az ott necces. Jajajaj. De Balázs második. Balázs második. És Nyúmáté is körön van, és Lauda is körön van. Glory ki fog pottyanni. Ha csak nem javítanak pár, vagy biztos javítani fognak. Hiszen Nyúmáté már most második le a szektor. Közben folyamatosan javítanak. Pisti 0-7-4. Jön Lauda. 0-8-1 negyedik, és Nyúmáté. Nyúmáté 0-8-1. Ötödik. Úgyhogy Bence esik még ki Glory mellett. És lett vagy a Blasio mellett, aki még korábban összetörte. Szegény. Húha. Szegények. Hú, szóval ki esett ki? Mutasd. Bence, Glory és Blasi esett ki. Bezany. De várj, Blas. Ja, az összetörte, még a... igen. Igen. Jó, hát én azt hittem, hogy van volt valami időmérős eltétás, vagy valami így hirtelen, de nem, azt rájöttem, hogy nem. Húha. Szóval ez volt a Q1. Ja. Igen. De Glory nem is jött ki lágyakra amúgy. Most nézd. De kim volt. Hát nálam csak valószínűleg elvette neki. Hát jó, hát de az egy dolog, hogy mit ír ki a játék. Jó, hát a játék azt tudjuk, hogy béna. És elállt az eső. Kezdődhet az időmérő vízgi része. És vajon... ki fog közepeseket föltenni. Bezony, ott sárgul Rokori, sárgul Manati, Hammer, Vél. Hát igen. Ott már Manatinál, ha jól látom, már ott mozgolódnak is. Ott a Merci garázsban. A Racing Pointnál is. Balázs. Ott a Racing Point, igen. Ott jön a McLaren is. Ez Hammerrel. Nem, az Rende. Rende? Rende, bezony. Ja, majd Manatiól fogok végignézni majd egy gyors kört. A közepes keverékeken jött ki. Egyébként. Na, ez... érdekes... stratégiai... megközelítése a dolgoknak, illetve Hammer is... közepes keverékeken... próbálkozik először. Vatulá gyakoroljon ki. Jön a két Williams. Vél közepesen, Nyúmáté lágyon, jön az egyik ház, DK, szintúgy lágyon. Na, és vajon Pistiék mit fognak majd föltenni? Vajon? Akkor közben pattanjunk be Manati mellé, ahogyan azt ígértem. És nézzünk meg. Keményen? Jó. Oké. Közben azt írja túl, hogy keményen jönnek. Jó. Megbeszéltük.
Itt egy picit a elfékezte Manati a jobb elsőket, de ő belefér. Ott igen. Itt az a rázókő az csúszik még egyelőre. Tehát nyilván fog is amúgy. Most szeret fel a pálya is, hát. Akkor nyilván, rende 091. Rokor in medium, akkor nem most kezdi meg. Pisti, nem, Hammer. Hammer? Hammer milyen kört. Rittyentett oda médiumokon, és Manati tovább faragja ezt 07904-jel. Jön Vél. Illetve nyúl Máté előtte. Bizony. De ő bejön a box, akkor Vél. Akkor nyúl Máté valószínűleg valamelyre járhatott. Egy 8-3. Bizony. Jön egy ház, DK szint úgy a közepeseken. Nézzük, Ádám most kezdte, Vadunak elvette, Balázs most kezdte, Plessy, most viszont most fejezi be. És ez egy 0-7-4. Rendeit kiforog, harmadik szektorba. Nézzük, jön a csapattárs Rokori. Szint úgy sárga oldalfalú keverékeken, azért hogy megosztik a társaság. Második. Rokori második. Eddig bejön a Red Bullnak az 1-2 egyébként. Bizony. Jön Ádám. Ott Manatinak figyelnie kell. Szépen félre is húzódik Manati. Szépen csinálta. Jön Ádám. Tehát a pálya utolsó szekciójába. És ez egy 1-0-8-4. Hetedik egyelőre Ádám. Nézzük Balást. Balást nem nézzük. Balást, Balástnak elvette a gyors körét. Balást most fogom majd megkezdeni. Igen, hát de erre nincs sem elsze, nem igazán igen, van. Hát de is teker, igen. Így van. Melyet tölti kézeket. Hát, hogy menet közben meggondolta. Yeah. A sztorit, viszont jönnek turbóék. Jön turbó, mögötte pedig Pisti, úgyhogy nézzünk egy kört. Turbóval is. És bejövő Pisti ez akkor. Szenna, és talán a pályának az a legnehezebb része. És titkon remélem azt, hogy bár ezt igazából mostanság szoktam elképzelni, hogy gyorsan lekopogom, hogy remélhetőleg a rajtnál nem lesz temető ez a szakasz, ugyanis ez tényleg egy nagyon kis genyó része a pályának. Cések még voltam, úgy, mert nem nagyon néztem ezt a futamot, mert pont van csináltam. Hát... Repültek a igazából közvetlen volt. Úgy a nagyobb zakúra nem emlékszem, de például a B-s rajt, az tényleg tök, hát szép volt. Az jó. De ez van még, én itt ezt végig meséltem, addig kb. Be is fejezi a köré turbó. Ugye, nagyon rövid a pálya. Ez a második szektor, igen. Bizony, ugye rövid a pálya, 36 kör lesz ezáltal majd a versenytáv. A vártnál, illetve a reméltnél, illetve a megszokottnál ezt a szót keresztül. Hoppa, és egy 07. 07-0. Bazony. Na de jön akkor, kijön. Pisti második, igen, akkor... Mi fogja majd? Lauda fogja elkezdeni, és én beülök hozzá. Illetve rende újra. Én is jövök Laudához. Szóval sokkal szorosabb lesz a mezőny, és sokkal egybe van, és sokkal... Hát igen, mert például aki esetleg nézte délelőtt a B-t, ja, az is tudja közben Laudának. Elvette. Akkor rendére. Ott közben itt Balázsék. Nem Balázsék, valakik. Egymás mellett a ház, illetve ott az egyik. A Alfa Tauri, Turbo és Pisti egymás mellett. Rendének is elvette közben. Turbo és Pisti közben egymás mellett, hogyha megnézed. Hát én most nyugmaténak a gyors körét nézem, úgyhogy most nem nézegetek ilyen dolgokat. Szóval visszatérve az előző gondolatmenetemre, B-ben is sokkal szorosabb és egyben volt a mezőny, tehát például emlékszem, hogy Q2-be, hát ott is talán egy szeken belül volt mindenki, vagy maximum egy-két ember volt szeken kívül, tehát tényleg nagyon-nagyon szoros volt. És ugye vannak az ilyen úgymond közös, ilyen pénteki, nagyobb
hát én úgymond tényleg ilyen fakultatív módon megszervezett gyakorlások, ugye nyilván a soron következő pályára, és például ott is emlékszem, hogy időmérőn talán az első és az utolsó között talán 1,8 volt. És ugye azért arról lévén szó, hogy ugye az ilyen vegyes gyakorlás, tehát ott vannak ások, vannak bések, vannak cések, vannak beúrósok, és ugye a különböző osztályokban közben nyugmáté a hetedik. Azért az azt mondom, hogy nem egy rossz számadat. Jön adminátor közben. Lágyakon, úgyhogy én azt mondom neked, hogy én is itt az sokkal szorosabb bat várok itt az A-ban is. Közben adminátor már itt a második szektor végénél tart, és lidul a térkép, bár nem feltétlenül lehet azonnal hinni neki. Sőt, egyetemen. Szerintem ez is ott lesz turbó környékén, 069, adminátor átveszi a vezetést. Laudának ismét elvette. Nyúmáté elvett körön, vadu van gyors körön. A lágyakon, a hetedik helyen. Vagy bár, hát ez nem gyorskör, bocsánat. Félrenéztem valamit. Szóval Nyúmáté kezdett el egy újabb gyorskört. És az, az szerencséje volt Nyúmáténak, hogy nem vette el. Ja, most ő van itt a veszélyzónában, a tizedik helyen. DK, Ádám, Rende, Lauda és Balázs azok, akik egyelőre a kieső zónában állnak. És Laudának és Balázsnak egyenlőre még köre sincsen. Közben adminátor húzódott le a Williams elől. Nem tudom, miért lágyat ír. Kinél? De akkor... Gondolom itt a streambe a gumi. Mert turbo írt, akkor valószínűleg turbónál. Ez a Nyúmáté javít egy picikét. Pozícióban ez jelen állás szerint nem számít. De picikét úgymond beljebb tudja magát tolni a Q3 fele. De nézzük, hogy hát ha esetleg marad a tizedik Nyúmáté, bár javított a körén. Jön Rende, jön Balázs, jön DK, nézzük Rendét első körben. Aztán utána jön majd DK és Balázs a csapattársa. Rende viszont nagy javításban van magához képest. Ez egy olyan 0-7 közepe, kb. Az meg lehet. Hatodikra jön fel, igen. Második! Na mi az, hogy? Húha! Azért ő is odapakolta, DK közben jön ki a boxba. A közepeseket szerintem DK föl fogja tenni a lágyakat és úgy megpróbál tovább jutni. Balázs pedig a negyedik 0-7-1-jel. Hát ezt mondtam, hogy szoros ott a mezőny. Hát ott jön ki Lauda. Ismételten ugye már csak neki nincsen gyors köre. Hammer pedig tovább nyisteli azokat a közepes keverékeket. 12.000-es javításban van egyelőre. Ugye mivel megjött a két Racing Point, ezért Hammer és Nyúmáté is bekerültek a kieső zónában. És a Manati az, akinek iparkodnia kell, és Manati fel is tette a lágyakat. Turbo pedig nem kíván a Q2-ben tovább részt venni. Mint ahogy Nyúmáté sem, úgyhogy Nyúmáté biztosan kiesik. Nem, mert a második szektor mérési pontja az, ami egyelőre rosszabb. És itt egy picit meg is úszott a McLaren. Hammer alatt. Be is jön. És ki is jön? Ki is jön, Hammer is föl fogja tenni a lágyakat.
Úgyhogy nézzük Manatit. Jazz Gyuri közben azt írja, hogy odaverte, mint én a falnak. Balázs is közben befejezi a Q2-t. Manati után pedig, hogyha jól látom, Lauda lesz a következő. Illetve Vél is gyors körön van most már. És jön neki szépen lassan a fiatalok. Plessy is, Rokori is, lehet nem lesz elég a közepes. Plessyéknek sem. Manati közben a hetedik. Hát még egy nekifutásra még van ideje, hogyha csinál egy gyors levezető kört. Feltéve ugye természetesen, hogyha akar. És így van, Plessynek is mennie kell. Lauda itt közben elengedi Vélt. Úgyhogy pattanjunk be Vél mellé. 2000-es ütés van egyelőre. Bizony. És Pisti is érzi, hogy ott nem feltétlenül van ott biztonságban. Vél a 8. helyre jön föl. Megnézem labdát. Bizony, akkor nézzük Plessyt. Aki átveszi a vezetést, 06-7. Lauda! Pont most értem ide, amikor becsapódott. Na, ha most lenne piros zászló a játékban, akkor ott nagyon sokan ott úgy... Vagy fellélegeznének, vagy puffognának egy sort. DK mondjuk pont az utóbbi tábort erősítené. 13. helyen kell mennie, és egyelőre megy is. Jó körön van DK. 5-10 az ilyen 7-6-os kör lehet egyébként, és feljöhet a 10. helyre, vagy ott kiütheti pont. Igen. Tehát ez nagyon komoly lenne. És ott is van. DK a 10. Igen. De jön Hammer, és jön Ádám is. Ádám 079. Hát akkor Ádámtól elbúcsúztunk. Minden bizonnyal, Laudától szintúgy. Manati úgy tűnik, hogy megmenekült. De vajon Vadu? Megmenekül-e? Illetve Rokori közben a 3. Illetve ha így van, és Vél. Ott Véléknek kell még ott imádkozniuk. De nézzük Vadut, aki egyelőre nem tud javítani. 61 ezredes rontásban van saját magához képest. De most fogja befejezni a 2. szektorát. Bár egyébként 3/10-et kéne találni a Vadunak. Egyébként. Hó, hát akkor DK-t kitúrja? Mert Vadu nem fogja már kitúrni. Úgyhogy Vér is megmenekült. Na nézzük. Ő is tovább jut. Ne nézzük Hammert. És aki kitúrja! Aki a 9. Kitúrta DK-t. De még majdnem Vélt is. Egyébként. Hát... De a 10. helyen tovább. De a 10. helyen tovább. DK levezett már. Ádám szintúgy, úgyhogy DK-től, Vadutól, Nyumátétól, Ádámtól és Laudától búcsúzunk a Q2-ben. Közben azt nézem, hogy senki nem jutott végül tovább a közepeseken. Plessyék is inkább úgy érezték, hogy fokkal biztonságosabb az, hogyha fölteszi a lágyakat és a lágyakon fut egy biztos kört. Úgyhogy Plessyvel, Adminátorral, Pistivel, Rokorival, Rendével, Turbóval, Balázsval, Manatival, Hammerrel és Vélrel fogunk találkozni. A Q3-ban DK-nek kellene még egy retire-t nyomnia. Ahhoz, hogy tovább haladjunk a Q3-ban. És ez meg is történt engem, közben amúgy az előbb bedobott egy... Renault garázsba. Na. Igen, Nyúl Máté az, aki már végül nem jött ki a lágyakon. Lehet, hogy tényleg ez volt úgymond a biztosabb húzás. Williams versenyzőjétől. DK, Vadu, Nyúl Máté, Ádám és Lauda. Tőlük búcsúzunk a Q2-ben. És jön a Q3, ez ami már el fog dönteni, hogy ki honnan fog indulni a versenyen. Bazony.
Finom kíváncsi vagyok, hogy így a utolsó előtti futamon ki fog egy pole pozícióból, illetve ki fogja megnyerni a versenyt. Itt a 22. nem 21. verseny hétvégén. 21. Brazíliában. Közben játékos vadúnak és rendének szurkol. Titkon én is egyébként. Game Warriors pedig Pressinek szurkol. Hát most már neki nagyon nem kell, hiszen bajnok, tehát... Hát igen, hogy is fogalmazzak már ilyen örömautózás. Ha megnyeri ezt a futamot Pisti és a jövő hetet is, akkor ez se veheti el tőle, tehát... Semmi, tehát... Hoppá, közben most már kb. Ezzel a ténnyel kell fekszik. Lesz, jön, Hammer jön. Igen. Nem lesz eső. Ott Balázsék jönnek rendével, ott jön az egyik ház, Turbo. Aztán jönnek Manatiék is, adminátorral az élen. Nem, ők egyszer gurigáznak ki. Itt most mindenki gurigázni fog, gazdagon. Aztán... Te Turbo nem jött ki? Turbo nem jött ki? Akkor az ki? Ja, az az egyik izé volt. William, bocsánat, akkor elnéztem két azt. Két Merci. Igen, azt hittem, hogy a ház volt. Egyik Tauri. Pisték megint. Mert a Tauri az van. Megint kivárnak. Nyilván, hát... egy darab lágy mép maradt. Vadu közben. Vadu hack. Vadu hack. Főzöd a szokásos kolitát? Na. Jó van. Közben Pleszi kezdi a gyors körét. Amilyen kirokkori. Két a főzés között. Hát... Igen. Ilyen kirokkori. Úgyhogy akkor megint lesz egy kis szélárnyék. Bár most... Bár most szerintem rokkori fog, vagy Pleszi fogja húzni rokkori, nem? Lehet. A duhek. Óriási. A duhek. Egy szekció. Meg a végén betéve fogom tudni ezt a pályát. Igen. Közben Pleszi fogja befejezni a gyors körét. Jó, akkor akkor nektek még egyszer, amit Belgium, a gyerekek, nincs Mikulás. És egy 066. Kügyek. Hát... Gamer kérdezi itt közben a vadot, hogy küldjön -e vele tátra teát. Hát... Ha jövő héten nyerek, akkor küldhetsz. De egy raklappal akkor. Így van. Hopp, ki fog kapcsolni egy közben itt a cuccos-muccosom. Adminátor van közben gyors körön, Balázs a harmadik, 074-jel. Közben akkor... Jön Manati, 076. 6 akkor. Ki jön, akkor jön. Adminátor 068. Azért ugye ő is odapakolta a sztorit. Nézzük Rokorit. Jól már rendszé. Öaj. Ha jövő héten nyer Habo, akkor felszubolok. Jó. Megbeszéltük. Jövő héten nyerek, küldök egy subgiftet. Csak neked. Nem tudom, ki írta. Nem, nyilván nem fogok egyébként. Utolsó verseny a Dáviddal, úgyhogy ha nyerek, ha nem, megvárom és együtt begurigázzuk az autót. 069 Rokorinak. Igen, ja igen, jön Pisti harmadik. És jön Turbo. Nézzük Pistit. Hát ő van előrébb, úgyhogy nyilván. Ja nem, a Turbo, akkor nézem őt, de Turbo eldobta. Hát akkor nem fogjuk nézni Turbót.
Én meg elküldtem a bal vesém. Hát figyelj, Dani, tényleg nyerd meg itt az utolsó futamot jövő héten Abu Dhabiban, mert jönnek itt a felajánlások. Lesz itt Tátra te, lesz itt Gamer Vese, lesz itt Sub, lesz itt minden. Ó. Ó. Lesz pénzünk gazdagon. Van negyedik. Lesz pénzünk gazdagon a Gamer Veséjéből. Lesz pénz lóvéra. Lesz új Renault-ra pénz jövőre. Azaz. Balázs van közben körön. Esküszöm, Dávid, nem tudom, hogy hogy vagy veled, de úgy belém égett ez a Renault Forma 1-es team csapat. Na. Hogy a felnőtt ezek is lesz, bazdok egy izém, egy autó, meg jogosítványom, akkor biztos, hogy Renault lesz. Na. Nem kérdés. De terepjáró vagy, át tudjak menni gémelen. Na jó, nem ez vicc volt. Na, ez csúnya volt. Tudom. Ugye egy gamer, ezt én este megóvnám. Én is amúgy. Tudta, hogy vagy ezzel. Én is. Habó közvetítésbe át akar rajtad menni. Terepjáróval. Egy Renault terepjáróval, igen. Amúgy nézzük miért? Az a baj, hogy letiltja a YouTube, mint a céligátom. Habó és a Clio. De igen, és akkor jönne. Tehát, hogy a céligát a Formula One Management, vagy mi ennek a neve. A ligát pedig a Renault Car Management, vagy nem tudom. Van olyan? Biztos. A gyár az letiltatja, hogy a Renault-nak a hivatalos YouTube oldala. Ha van olyan egyáltalán. Értem. Hát megyek én rajtad, te papucsban. Papucsban? Jó. Félvesével papucsban. Na. Nekem addigra a vesé, nekem maga vesédnek az árából lesz addigra egy gyönyörű szép házam. Közben ugye két részén pont egymás mögött, Balázsnak elvette, így jön rende. Nem, rendének is elvette. Úgyhogy a vesédből addigra egy villám lesz valószínűleg. Gamer, de jó, gyere! De remélem üzébe jössz ez a flip-flop papucs, tudod, ez a két lábúj közös, vagy nem tudom. Azaz. Imádom. Ezt mindig úgy hívjuk családom belül, hogy flip-flop papucsban. A legjobb flip-flop néha. Papucs. A flip-flop papucs. Na. Csattogunk akkor a most... állandóan a strandon, és akkor mindig flip-flop papucs. Akkor most itt Manati flip-flopozik itt nekünk közben egyet. És ő van gyors körön. És igen. 3/10-es javítás van. Az első előre Manati. Végig gurija az autót a pályán. Végig gurija. A Szent Hor. Nálam olyan durván megakadt, hogy elkezdett oldalra cikázni az autója. Na. Jó az interneted. Világ interneted. Na, megint? Na most már jó. 50-es, jó, 3/10, amúgy ez nem is rossz. Ez 3/10? Hát 7-3-as kör ez egyébként. Hát marad a 7. helyen így még, valahol találni kéne még neki egy-két tizedet, hogy javítson be is jön a boxba. Emberőnek elvette. Hát itt szerintem lesz itt neki még egy menete, Manatinak. Dávid, nem áll. Adminátor is jön ki. Elmondjuk azt a point, amit addig elcsapódva beírtak közvetítésre, de csak még azt nem lehet. Elmondjuk azt az aligás point, vagy aligás, elmondjuk azt a brazilos point, amit adminátor leírt versenyen. Hát csak olyan kultúráltam, kérlek. De nincs itt a telefonom, úgyhogy neked kéne valahogy. Ja, hát akkor én nem. Na hát akkor majd leír. Majd, aki majd szeretné, majd. Az keresse meg Habót a... De miért engem? Hát állandóan engem keresnek meg. És már jó lenne egyszer a téged is megkeresnének, mert már... Ah, tényleg mindent érintézek, mint egy titkárnő. Már rendesen úgy érzed magamat melletted, mint egy titkárnő. Mindent érintézek, te meg streamelsz. Na jó van. Ez már rendben fogja egyébként elkezdeni a mértkörét. Most fog felérni. És egyébként tényleg várjuk kommentben. Illetve ugye feltöltötte Dávid a csoportunkba.
zárt körű csoportunkba a Google Drive-os összefoglalós videót, úgyhogy nyugodtan beküldhettek oda is kedvenc klippeket, kedvenc eseménysorozatokat, esetleg netán-lántán aranyköpéseket, amik itt így mi a ligában, vagy többi más kommentátor BC ligában így mondtak, úgyhogy várjuk tényleg. Kíváncsian. Valók közül azt írja, hogy Samba! Hát Rio de Janeiro! Samba. Tiri-tiri-tiri-tiri-tiri, az nem az a zene. Cset, az éjjel van közben. Na, hát igen. Pisti. 06-8. Harmadik. Balázsnak elvette. Turbo elvette. Nézzük akkor rendét. De az lila második szektor, ha jó, de a játék az egy kamus. Nem. Hopp, és 1-6-9, vagy a hatodik helyre, Balázs mögé. Bizony. Rendben is egyébként. Hat tized, vagy hat tized, hat század válasz eléket. Pleszi van közben gyors körön. A kijavít egyelőre 88 ezreddel. De faragja a saját köridejét. Ó, milyen belülre, vagy milyen balra húzódott. Plusz tizedekhez, és ott is van a 0-6-5. Rösszi részéről, de Adminátor is gyors körön van, Pisti is gyors körön lesz, Rokori is gyors körön van. És lehet itt még Balázs is. Eddig két tizedet hát ront, persze. Vagy mi az, két ezredet ront egyébként Adminátor magához képest az, az első szektorban. Most Balázs nézem a részünk. De most jön ehhez a nyújtott jobboshoz. Most érkezik a pályának a legtechnikásabb részéhez Adminátor. Balázs nem javít, nem tud egyelőre javítani, legalábbis ami a második szektorját illeti. Nézzük Rokorit, a másik Red Bullt. És itt még Hammert leszámítva, itt még mindenki fog tűzi játékozni gazdagon. Már ami azt illeti, Rokori marad az ötödik. És jön Adminátor. Marad. Egy tizedes javításban Adminátor. Hú, de ide akkor előtte pedig a csapattárs. Akkor viszont megelőzheti rendét. Bizony. Rende följött a második helyre közben. Adminátor harmadik, Manati nyolcadik, itt marad minden a kis helyén, normális kerékvágásban. Turbo, illetve Vél is körön van. Pisti is körön van. Jön Vél, ő 1, 6, 7, 3, Turbo. Pisti második. És Turbo 1, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 1, 7, 0. 7. Hetedik. Na, akkor most Balázs. Ő van út körön, de rendben, de rendben levezetőn van már. Na! Bizony. Szélárnyékot adtok itt... a Red Bulloktól? Racing Pointoktól? De igen, valami olyasmi. RP-RP-nek azt a tök mindig. Hát nem. Na de így akkor Balázs! Hopp, Balázs 1-6-9. Itt javított. 1-6-9 Balázs. Hatodik. Erre jött fel. Na. Szóval Pleszi, Pisti, Rende, Adminátor, Rokori, Balázs, Turbo, Hammer, Vél és Manati az első 10. Tehát... És jön a futam! Húha. Én erről nem akarok beszélni. Én például türelmet kérek, csak akkor most már ide táplálom magamhoz a mobil személygépjárművet. Nem, mobil személygépjármű? Igen, az mi? A mobilomat ide telepítem magamhoz, mert így most már, ha már itt vagyunk, akkor elmondom. Vagy hát sőt, nem is mondom el, hanem... Ha nem, megfogom, és beküldöm az összes csoportba, mit szólsz, Dávid. Bence közben left.
Agen. Vadu hack. Opa, közben én itt vagyok, ránézek én is a chatre. Te mondtad, hogy itt megy a party, party. Hív a partira, ként ür, ja. Kredit adminator. Óriási. Hát jó ötlet, gazda. Nem mondjátok ezt streambe. Ne, jó, Nem. elmondom. De akkor valami kulturált módon, akkor nem. Jó, bocsánat, főnök mondta, nem. Nem, de chaten megosztom. Beküldöm, várjál. Haló, nem. Ja, igen, ez lett volna a következő, hogy top 3-ra ki mit tippel egyébként a chatre. Chatre? Chaten? Akik itt vannak velünk és követik ezt a fantasztikus verseny hétvégét. Pleszi, Pisti, Adminátor. Akkor Pleszi, Pisti és Rokori. Most oda fog érni, figyeld meg. Jó, hogy Bencét közben ledobta? Igen. Ó, nem is láttam. Remélem, hogy nem fog behányni a cucc. Közben elkezdődik a felvezetőkör. Vadú render okori. Hát, meglepődnénk mi is, hogyha más lenne az állás, mint Plessy Pisti amúgy. DK, Ádám, Lauda, Bence, Glory és Blasio azok, akik közepesről kezdik meg a futamot. Hey. Többi mindenki lányakon. És tehát a felvezetőkör. És így van, itt közben látjuk a stratégiát. Közepeseseknek kíváncsi vagyok, de úgy tűnik, hogy ezt már nem fogjuk látni. Egy lágy keménnyel akár végig lehet nyomni itt az ipart. Itt Glory-ra vagyok kíváncsi. Igen, Glory-ra nagyon kíváncsi leszek itt hátul. Itt a Ferrari-ban 17. helyről rajtolva. Közben érnek fel a pilóták. Bizony. És jön a rajt. Remélhetőleg. És nem bontják le egymást remélhetőleg. Na, közben bülök és bemegyek a húsdarálóba. A húsdaráló? Húsdaráló, úgyhogy DK-re jöttem. Jó, vadu. Én innen előről fogom nézni szokás szerint Töröm. A rajtot. Legyen vadu, nem trimenati. Csak kapjunk egy jó kameraállást. Hát én egyelőre nem kaptam. Na hát. Közben hátulja is fölér. Úgyhogy akkor jön a szezon utolsó előtti rajtja itt az A-ligában. Na jó, oké. Jó, várjál. Hát, jobb nem is lehetne. Ilyen közben Bencét adotta az első helyre, ajj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 
Igen, remélem ott az Olyi ott nem bontotta le a Igen, csapatot közben. hátul. Eljön a mezőny, és Pisti vagy Pleszi? Pleszi. Pleszi el tudott jönni elsőként, és azt, ahogy látom... Opp, és ott közben a Ferrari is. Ott közben hátul a Ferrari, illetve a Renault csatázott, de azon kívül nagyon szépen el tudott jönni mindenki egyébként. Szép volt, igen. Opp, és ott közben Hamer is turbó, itt nagyon gyepálják egymást mellett, szinte kerék ellen mennek a turbónak, valahogy jobban. Jobb volt a kigyorsítása, mint Hamernek, így turbó el tudott menni, és megvan a hetedik hely még turbónak. Nagyon nyomja vél is neki egyébként. Közben Adminátor és Rokori. Hopp, és közben vél. Óriási csatában. És így van, vél is oda megjött oda a kis bunyóba. Igen. De ott tartja Hammer, ott tartja Hammer. De el tud menni vél. El is ment, nagyon szép komolyan. Volt egyébként a raj, nem tudom, hogy vagy vele közben. Glory egyébként... pedig szenzációsat rajtolt, ismételten 12. helyre jött föl. Glory... Ott közben vadó alatt úszott meg az autó. Hát az ott majdnem elvitte magával a Glory-t. De támad vissza vadó. Na hát oda az ujjamat nem tenném be egyébként, ahol most ők vannak. Hát nem. És hopp, és nem. Teszik be vadó. Na de jön pedig ő, azt hát a hogy Renault, a két Renault. Illetve a DK, Lauda és Blazi. Na de jön Bence közben Bence. Egyébként Ádámra. Bence egyébként visszaült közben? Igen! Igen, visszaült. Jól van. Kétszer is összeérnek egyébként. Igen, ott volt kerék a kerék ellen bőszen, de volt, Bence és... Igen, és ezzel a csatával megjöttek Blaziék egyébként. Hát persze, itt megjött mindenki mindenfele. Na de, akkor ide térek kapat. Vissza az elején. És Lauda megelőzi hát, DK-t, kifékezi konkrétan. De DK de ott tartja. DK ott tartja, ne kapcsolod el, Léci. Megelőzi Lauda DK-t. Meg, és közben... és ez a 17. Igen, de közben egyébként Blazi! Még... Nagyon egybe van a mezőny. Talán itt az eleje az, aki itt egy picikét itt elkezd elnyúlni egymástól. Viszont itt Balázs az, aki nagyon közel, vagy Balázs az... Én ott kapta meg most itt játszópajtásként. Hogy a turbo könnyedén kikerül egyébként. Igen. De visszaszúrhat Balázs egyébként az egyenesben. Na közben DK járt. Valamerre DK maradt le egy picikét. Igen, vél közben elkapta Balázst. Lassan. Jövök az elejébe. Hátul pedig Vlazióék. De rendben, továbbra most is harmadik, itt... még mindig. Ja, hát igen, megtartotta. Meg. Megtartotta. Egyébként Glory hatalmasat rajtolt, hatot rajtolt egyébként. Hat helyet javított Glory, és hát a nagy vesztes mondtam. Ennek a rajtnak DK, aki 7 pozíciót bukott. Ezt mondtam, hogy itt Glory lerajtott mindenkit, aki ott a környezetében ott járt. Lebizony egyébként, én még itt közben kapok magamnak egy olyat, hogy egy ilyet, szeretnék egy DK-t is látni, köszönöm. És a leaderhez szeretnék úgy... folyamodni. Bocsánat, hozzáteszem. Közben Lauda alatt úszott meg egy picit az autó. Szóval egyébként hozzáteszem, hogy Glory közepeseken van. Igen. Tehát... és Manatitűl fogja üldözni. De mondom, itt még nagyon-nagyon egybe van a mezőny, legalábbis itt Balástól lefele. Ő vonatoztatja itt a csapatot. Vélel, igen, de közben egyébként a médiumon lévő Glory több fogja megpróbálni vadú. És nem már kapható a DRS, hiszen negyedik körbe járunk. Igen, de itt Vadu nem teszi be. Vadu viszont Nyumáti az, aki nagyon komolyan ide megjött mögé. Ez a Bence kap egy 3 másodperces büntetést már itt az elején. Lauda és Ádám itt közben hátul. Lauda megelőzte Ádámot, tehát itt szegény Ádám itt egy picikét itt bekerült itt a mezőnybe. Igen, és ott ütik, ahol éppen érik. Igen, és Lauda kapta a DRS-t, közben Bence nagyon nyomja neki, és már lassan utoléri Vaduékat Nyumátéval. Manatti pedig átugrott a Hammert. Hoppá. Fú, hát ez a... Ez Trémanatti-tól Hammer, Glory, Vadu, Nyumáté és Bence, ez érdekes vonat lesz itt. Hát és jönnek Blazi itt gyönyörűen elvonatoznak itt egymással még egyelőre. Hát ezt mondtam a kvalifikáció alatt, hogy itt nagyon gazdagon egybe lesz. Igen, a... közben az első négy már egymás percen kívül egyébként, mert Rokori maradt le nagyon. Igen. Rokori most turbót fogja megkapni, biztos, ami biztos. Sőt, biztos. Adminátor közben a leggyorsabb. Szent, ugye Rokori nem kap DRS-t, és így turbó nagyon-nagyon-nagyon gyors. Hopp, de közben ott elő is rájuk. És rende. Egyébként, és rende... Bizony! Nem kapja rende a DRS-t.
Nem. És megelőzi rendben. Nem, mert már kiment a... Ó, és a zónából. Nem olyan biztos az. Nem olyan biztos még az. De ott tartja rende. Ott tartja és ki fogja védekezni. Nem. Nem. Besorozni a Gladiátor mögé. Ú, és rende. Uha. Megfogta. Hát itt most megtanultam halandzsául. Na és ez jött, ilyen Rokori is, három is már kaphatja a DRS-t. Hát persze. Illetve fél már a nyolcadik. Úristen. Hát itt mondom, itt Balázs az, aki itt... Vonatoztat, igen. Véllel, Manatival, Hammerrel, Glórival, Vadúval, Bencével, Nyúmátéval, sőt, Pablazióék is ott vannak, elképesztő. Óriási. Igen, hát itt talán Nyúmáté az, aki itt kezd el szakadni tőlük. Igen, és itt Blazió. A lágyas Nyúmátét utoléri Blazi. És meg is bizony. Előzi, megelőzi, de Nyúmáté megy a boxba. Nyúmáté box. Nyúmát... Elfogytak a lágya Nyúmáténak. Őszintén nem látom egyébként, hogy elfogytak volna a lágyai. Vagy tört a szárnya itt a nagy csatározó. Nem hiszem én sem. De! Te tört a szárnya Nyúmáténak. De! Hoppá. Hát az egy nózi csere. Bizony, közben egyébként már... Közben rende! Rende, valahol járt. Rende! Nem tört a szárnya. Nem tört a szárnya rendének. Nem. Akkor szerintem csak a hátsó gumiai körülbelül 372 fokosak. Igen. Vagy turbóval összeért. Erről így nem maradtunk sajnos. Hú, viszont vél átrágta magát Balázson. Úgyhogy most... Át, nagyon megy egyébként vél. Vonatoztatni egymást. Közben Jazz Yuri kérdezi itt meg, mi megy? Vonat. Egy szóval... Hogy itt mi megy? Figyelj! Verseny. Személygépjárművek. Brazíliában. Nem úgy. Hopp, de közben egyébként... Vél pedig Turbo ott védi a belső ívet. Turbo és Rokori. Rokori nem kapja a DRS-t, viszont akkor Turbo megpróbálhatja őt megelőzni. Ez biztos, hogy egy warning lesz Turbónak, hiszen négy kerékkel letért a pályáról. Nem nyomja az erszett Turbo, úgyhogy ez itt még nagyon nem, sok lesz. Kivár. Igen! Kivár. De itt egyelőre, itt az vonatban is azért úgy van mocolgás, de viszont de egyelőre... a kigyorsítása, és itt a szűk helyen megpróbálja! De Rokori kivédekezi, de nagyon szabálytalanul, úgy éreztem, ezt nem tudom, ezt majd eldöntik, aki akarja. Hát közben hátul még mindig Úristen, ez a vonat, nézd csak! Balázstól egészen hát a 13. helyi. Hammer! És be is teszi oda Glory mellé! És ezt ki is fogja használni Glory, mert ő nem olyan, hogy ő itt... Ott is gyönyörűen ott tartotta kívülről! Glory följön ezzel a 9. helyre! Ó, és hát azért úgy ő, ú, és sú, és Hammer! És ott Vadú! És igen, és visszadobta a pályára egyébként. Hammert. Visszadobta, ettől féltünk! De nem lett belőle bal szerencsét, legémklippeltem, ezt majd átküldöm neked. Hál' Istennek nem hát volt bal szerencse. Hát de, Vadú sérült. Vadú nagyon gazdagon kapott ott. Igen, de Vadú belement egyébként. De mint hogy úgy ment bele Vadú, hogy... hogy mi az, már mondjad már, még előtte. Tehát amiatt, hogy ugye megforgott ugye, vagy hát csúszkált ugye a Hammer, ugye Vadú neki ment és nem tudta megfogni Hammer, ő bement kb. A fűnek a közepére és visszadobta a játék. Uh-huh. Nem lett belőle bal szerencse, úgyhogy hál' jó Istennek. Igen, nem tört ott hajlamos. Közben Glory és Manati! Glory, Manati, és ott a Bence jött meg! Ez letörik Bencének a jobb belső szárnya. Igen. Hú, mi na, lesz bal itt első, még? Bocsánat. Glory, hát elkezdett takarítani. Bizony, egyébként közben Vél megelőzte, vagy Balázs megelőzte megint Vélt, az egykori csapattársak, itt nagyon nyomják sérült. Neki. Sérült, bizony. Bencének is ki kell jönnie. Szegény Bencének ki kell jönni sajnos a boxba, így van. Ez itt megnyikant. Így van. Közben Turbo. Turbo is megelőzte Rokori, de az eseknél úgy vissza csókoltott a hátulját Rokori. Igen, és itt Rokori kaphatja a DRS-t, és nem hagyja ki Overtake-el! Hopp, és itt... Hát az... gyengéknek kell, igen! Egy kis medvepuszi, és hadd szóljon! Turbo ezt kivédekezte.
Egyelőre ez ki, de visszatámadhat egyébként Rokodi, ha... Hát persze, meg van még vissza ha a kell befutnak a háromnegyede. Pence pedig fölrakta a keményeket. Hát úgy gondolom, csisek lehatszoljon. Igen, szegény vadul. És hát így szegény Bence. Nyomáté. És így szegény Bence. Bence-nek van. Glóri pedig már vél mögött. Hopp, de közben akkor és Turbo itt kifékezi. Turbo. Kifékezi. Kifékezi és megcsinálja Rokori, de nem! Ott tartott a Turbo és az eseknél! Alávág Rokori! Azt a nagyon komoly volt az! Na és most itt Rokori minden létező verresét elnyomja kívülről belülről! És megforgott! Hát igen. Megforgott Rokori. Ebből tudtuk, hogy ez lesz egyébként. Igen, ez ilyen tipikusan az volt, hogy ebből előbb vagy utóbbi kultúrba a helyre. Hopp, és hátul Blazi még! Nem Blazi még, Ádámé! Hammer és DK! Hát igen, itt is megy a... Balhé. Pedig nagyon-nagyon szépen csinálták ott az eseknél. Hopp, és közben Glory már 2/10-re vére. Glory nagyon... Nagyon adja a mai futamon, szabad így fogalmazni. Hát egyelőre nagyon komolyan nyomja az ipart. És most meg is fogja szerintem itt előzni véget. Próbálni, sőt nem előzni, hanem szinte próbálni, hiszen végre de beteszi csak oda, Glóri, beteszi! Baj. Csak ne legyen baj! És elveszi vél, nagyon okosan csinálta. Na és akkor mehet Glóri Balázsra. Bezony! Glóri már a hatodik. Igen, meg is nézem hány pozíciót javítva ezzel. 11-et. És Blazio 7-et egyébként. Ez eddig biztos, hogy Glóri nálam a driver of the day, illetve nem csak nálam, hanem a játéknál is. Hát egyelőre itt mindenkinek Glóri a driver of the day. Plessy pedig 3,4-jel vezet. Hát ahhoz képest, hogy egy héttel ezelőtt ugye megnyerte Mexikóban a bajnokságot, azért nem nagyon tágít. Tehát ő ugyanúgy állva adja itt az egész társulatot, ahogyan azt... az így a nagykönyve meg van írva. Kb. Kanada óta jó formán. Glóri pedig Balázs ellen már! És szerintem Glóri itt Balázs is meg fogja előzni. Igen, mert hát azok a lágyak elkezdtek viseletesek lenni. És most kezdett el igazán működni szerintem az a közepes. És itt szerintem nem is nagyon erősködik Balázs. Így van, elengedi. Bejön az ötödik helyre. 12 pozíciót javít ezzel. Lauda pedig, úgyhogy igen, a Lauda pedig a tizedik, szint úgy a közepeseken. Így egyelőre a Ferrari-k szárnyalnak, hogyha lehet ilyet fogalmazni. Így van. Vadu pedig itt hátul Newmatét fogja majd üldözőbe venni. Glory úgy megy azokkal a közöttesekkel, mint én ma a lányokkal körülbelül. Hát igen. De azért itt az a kis bonzáj, ez egy gyönyörűen összeállt itt. Newmaté 3 szek. Az már neki 2, hogyha jól emlékszem, bizony. És meg is előzi Vadu. Hopp, és Turbo közben 3 másodperc. Ott egymás mellett a két autó, Newmaté és Vadu. Na itt és Vadu és... Newmaté elengedi. Elfékezi, igen. Ott látta, hogy oda épeszű ember már oda nem... Nem érdemes oda betennie. Ez a Vadu följön a 16. helyre. Egyelőre nagyon jó kis futamunk van, de a 13. körbe tartunk egyelőre, és itt még bármi megeshet. Közben Hammert most hívják ki a Hardokért, és Adam nagyon ráesik DK-re, illetve DK nagyon ráesik Rokorira. Mi van ott Rokori mögött? Az nagyon komoly szint úgy. De nem csak ott, hát hanem, igen. Hanem ott Lauda, Rende, Tribunati, meg Balázs. Igen. Sőt, Balázs úgy már nem annyira, vagy hát mindjárt.
De így egyelőre vérvonatoztak talán egy Ez Balázs a szépen lassan elkezdi ott leszakítani magáról. Glóri! Kezd leszakadni Glóriról. Rokorinak pedig szerintem elfogytak a lágyai. Ó, vége megint! Rokor... Most nagyon lever a víz. Csúszkál bőszen? Ó, hát bőszen csúszkál szerintem. Ne, én itt kapcsolgatok itt a két vonat között, nagyon brutálisan. Ú, közben ott a McLaren! Hamill a fűben! Na, itt mi történt? Nem tudom, de Glory már két másodpercre van. Turbótól, aki szintúgy úgy lágyakon van, mint többiek, mármint, hogy turbó van lágyakon. Rokori is jön közben a boxba. Úgyhogy jövök Manatira, aki nagyon közel van Vélhez. Hetedik helyért. Balázs egy, talán egy ilyen kis lehelletnyivel előtte van. Igen, ott hátul óriási módon megy a helyezkedés. Ugye ott Rokori jött ki a boxba, a Hammer jött ki a boxba. És igen, Rokori 16. helyre jött vissza New Martin mögé. Manatiék pedig itt nagyon ráestek vére. Illetve Lauda, Lauda is azért nagyon gazdagon nyomja neki ott a közepeseken. A 9. helyen, még igen. Neki se kell mostanság jönnie. Pisti közik közben a boxban. Vér is a boxban, úgyhogy ezzel tiszta Manati előtt az út. Itt egyelőre nem támad meg Lauda. Szóval Manati és Lauda, Japán után szabadon ismételten. Szépen lassan fognak jönni a lágyasok. Pressi is jön. Szerintem adminátor is fog jönni. Így van. Így Glóri vezeti a futamot. És Balázs és Manati azok, akik egyelőre még nem jöttek ki. Ugye Balázs ezáltal a második. Manati 3, Blasio kap közben egy 3 másodpercet. Plessy egyébként ebbe a kis boly mögé jött vissza. És Manati nagyon-nagyon ráesett most Balázsra. Hát szerintem őt most itt a box kiállások előtt ezt így dőlőre szeretné juttatni Balázsral a sztorit. Mindenféleképpen egyébként. És még egyszer mondom, a két Ferrari, illetve Blasio az, aki elképesztően jó helyzetben van. Mármint ami a futam második felét illeti. Ugyanis most szerintem a két lágyas is ki fog jönni, Balázs és Manati. És onnantól fogva ugye azok lesznek már csak kerékcsere nélkül, akik a lágyak... vagy hát nem a lágyakon jöttek ki. Közben Lauda és Pressi! Pressi milyen erőszakosan oda megérkezett. De Lauda ott tartja. Egyelőre, és Pistié a leggyorsabb kör. Pressinek nagyon úszkál az autója maga alatt, de még így is megvan neki a második pozíció. Bizony, és állva adja konkrétan Laudát. Pisti pedig Blasio mögött van. Aztán utánuk jön Adminátor, jön Turbo, aki már volt kerékcserén, DK még nem volt, Ádám sem volt még. Két Racing Point itt gyönyörűen egymásra talált. Manati átugrott a vélt, vagyis ez még nem annyira biztos. Hát ahhoz kellettek reflexek.
A Vail az jött, mint a gyors vonat. Manati pedig szerintem még most melegíti be ezeket a közepes keverékeket. De gumi előny... De gumi előnyről lévén szó. Itt nagyon hamar szerintem be fogja találni Vail-t. Igen, közben Pisti van nagyon közel Blasihoz. Bizony. Plessy pedig a leggyorsabb. Na és ők most glóriol fognak majd egymásra találni minden bizonnyal. Így van, Glory, Lauda, Blasio, DK és Ádám azok, akik még nem voltak kinn a boxban. Közben a két Racing Point is hát hátul, tizedik helyért, gyönyörű módon csatáznak egymással. Ott a Szennaesből kifele majdnem körbeautózta Balást. De Balázs inkább elengedi őt. Igen. Följön ezzel a tizedik helyre Rende. Hopp, és Rende, három szek. Kap is egy három szeket. Nézzünk csak rá a büntikre. Ez az első három szeke volt Rendének. Nagyon kevés bünti van egyelőre. Ádám is most gyűjtött egy három szeket. Pisti pedig nagyon-nagyon rajta van Blasión. Szerintem ez itt meg is lesz neki. Három így azt illeti. És de Blasió védi a belső ívet. De hát nem tud mit csinálni. De azért úgy ott tartja. Nagyon erőszakosan ott tartott a Blasió, és támad vissza Pistire. Hihetetlen. Igen, és közben egyébként most a Pisti... Jön vissza! Pisti védekezik. Igen, és visszatámad Blasió. Ott tartja Pisti. Hoppá! Jaj! Igen, de ott tartja. Na és itt egymás mellett el tudnak fordulni. Nem igen, de és... a fűre Blasi, Pisti. Igen, de azért úgy kis... Kis szemfüles, agressz... szív megmozdulások azért, hogy ott vannak. És tényleg nagyon jó kis futam van egyelőre. Manati pedig átgyűrte magát Vailen. És itt Ádámot fogják utolérni. Rendék. Itt Ádámnak kell itt minél hamarabb szednie a lábait, hogy valamit ott kezdjen magával. Illetve Pisti az, aki Laudára mászhat rá egyébként. Plessy pedig folyamatosan közelít Glóriára. Nyúmátér kap közben egy három szeket. És közben Rende! Rende próbálja körbeautózni Ádámot! Na Balázs kamerájáról, hátha! És ez egy dupla? 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 Igen! Ez egy dupla! Minden bizonnyal! És így van. Két Racing Point itt egy egyenes alatt megintézte Ádámnak a további sorsát, úgyhogy mehetnek. De Ádám visszajöhet. DK-re. De nem látom értelmét, hogy visszajöjjön, mert itt nagyon komoly gumi hátrányban van már Ádám. Ugye még nem volt kint a boxban. Tehát sok értelmét nem látom. Nyúmáté közben a falban. Ó! Hát az ott úgy ott hagyta az autóját. Jaj. Hát az úgy és SC. Elmúlt. SC! Na! Akkor, és Glory jön a boxba! Glory jön a boxba, és jön Lauda is! És ez a közepeseseknek nagyon-nagyon jól jött. Kapják a lágygumikat. Bezony. És Glory vissza fog jönni szerintem a második helyre. Ugyanis Pisti is kijött. Jön ki Blasio is, aki szint úgy óriásit húz ezzel. Jön Adminátor, jön Turbo, jön DK, jön Rende. Balázs nem jön. Jön Manati, jön Ádám, mindenki konkrétan. Marad. És Glory második. Na és Plessy nem jött ki. Jó, Balázs a harmadik. Óriási. Hát itt óriási helyezkedések lesznek most. Hát itt nagyon komoly 15 kör lesz itt még, kedves Dániel. Kíváncsi vagyok amúgy nagyon, mert most jön ki majd szerintem a gumi előny majd a lágyosoknál. Meg hogy egyetlen 15 kört elmennek el. És hogy vajon Plessy az úgy... A kis stratégiáját azt úgy hogy terveztem, mert Plessy nem jött ki. Bár lehet, hogy ő pont rossz ütembe kapta az SC-t.
Minden bizonyal igen, hiszen Lesi már volt egyszer kint a boxba, és most minek menjen ki még egyszer. Hát De figyelj, egyébként meg nem lenne de rossz, figyelj, hogy kimenne de egyébként most még figyelj, egyszer a figyelj, persze. Szerintem figyelj egyébként, ide. szerintem ki is megy most amúgy. Közepeseken van kint, és egyébként Balázs se jött ki, és Manat is jött ki. Igen. Tehát, hogy... És nem fog kijönni Pressi. Hát Pressi nem az a figura, aki... Pressi nem adja oda azt az első helyet. Fogja adni ezt az első helyét, nem. Úgyhogy itt Glórival gyönyörűen le fogják gyilkolni egymást minden bizonnyal. Lehet csak ne és ott lesz ki Balázs egymást, is, nyilván. Ott lesz Lauda is, persze. Ott lesz Manati is, Pisti pedig csak most jön a hatodik helyen. VS jött ki, Blasio, Adminator, Sturbo az első 10. Na lehet, hogy Kuka a kis prognosztizál top 3-am. Uha, megesett. Közben... Egyébként a vadú rende. És mi volt a harmadik? A Rokori volt a harmadik? Vagy Glory volt a harmadik? Hát itt Zimbinél volt azt hiszem a igen, vadú igen, rende Rokori. Igen. Na, hogy ez eddig úszik, tehát az is eddig kuka. Aki megtippeli az első hármat, a subgiftet ad tőle. Hát itt nagyon komolyan itt meg kell tippelni mindent. De hát itt nem tippjáték lesz, itt... Gála. Remélhetőleg tényleg olyan gála, ami gála. És olyan, ami volt eddig az elmúlt 22 körbe. De tényleg eddig egy panaszunk nem lehet erre a futamra. Nem, nagyon jó futam eddig egyébként. És most leszek nagyon kíváncsi a lágyasokra egyébként, mindjárt meg is nézem, hogy kik azok, akik felrakták. Hát konkrétan az első 10-ből 6-an. Pisti, Blazi, Adminator, Turbo, DK, Ádám és Bence az, akik felrakták, illetve Glory 15 helyet javított, Lauda 11-et, illetve Blazio 10-et. Glory nyer! Hát az nagyon komoly lenne 17. helyről. Nem merem ezt megkockáztatni, de szerintem, hogyha tényleg egy jó újraindítást vesz, és tényleg jól ki tudja, ki fogja használni a gumi előnyét, akkor szerintem tényleg meg fogja nyerni ezt egyébként Glory. Mert hogy itt... Hát nem tudom, hogy te neked az USA futam az megvan-e, de most szerintem Pressinek ilyen hasonló replayei vannak így a fejében. Megvan, nyilván megvan egyébként nekem az a futam. USA-ban is ugyanez igen, volt. Igen, igen, igen. Hogy Rokori kap közben egy 3 szeket ott a safety car mögött hátul. Szóval, ugye USA-ban is ez volt, hogy egyel keményebbeken volt kint, mint a többiek. Ott is volt egy ilyen második fél idő safety car, ami gyönyörűen megborította a mezőnyt. És itt, hogyha tényleg ezt ugyanazt meg tudja csinálni, mint USA-ban, akkor én itt megemelem a kalapomat Pressi előtt. Nyilván egyébként Pressinek már nincs mit veszteni, hiszen bajnok, tehát... Nincs. Hát persze, tehát innestől fogva ő bejöhet. Itt le is parkolhatna, érted? Megihatna kávét, simán. Megvacsorázhatna, mindent csinálhatna. Nem fogja senki se elvenni azt a CC4C Racing Series 4. szezonjának bajnoki győzelmét. Igen, és jön is ki a safety car, közben fölért New Mate is ott hátul. Na és akkor az utolsó 12 körre elindul itt a banzáj, hölgyeim és uraim. Na nézzük, hogy itt ez Glory, nagyon komoly lesz. Glory el tudja-e kapni, illetve hátul ott Bencék nagyon feltorlódtak. Ott mi történt? Bencék nem jönnek. Hammer megálltak. Hát jövök vissza. Őha. Hopp, és itt én is. Nagyon nagy helyezkedés van itt a 10. helyen. Hát persze. És Turbo nagyon jól jön, vagy Glory nagyon jól jön el. De sajnos ez bizony. Még nem lehet meg neki. Itt még nem. És ugye... Ez még egyébként Pressimon már hajthatja a vizet. És Rokori és Ádám. Rokorinak megvan és Rendének is megvan. Ú, igen, itt hátul mi van itt? Rende közben ott, aki ott eltűnt igen, ott majdnem. Igen, jön Rokori. Igény, bizony. Igény is megérkezett a semmiből. Hopp, és kettőt egyszerre kifikkel. Közben Glory nagyon közel van. És vél a bukó térben, ú, és visszajön. Ú, és van Minátor! Ott Adminátor fölnyásolt a hátulról. Hopp, és közben Vél ott tartja a hárdokkal. Hát, igen, ott tartja, mert keményeken, hát most itt megjöttek a lágyasok, nagyon komolyan. Hopp, és hátul úristen. Rendéljék megint, illetve Turbo és Vél.
Bizony. Nagyon egy húgon nem, nem tudja, hogy közben mit nézen az ember. Manati és Pisti is közben ott előgyilkolják egymást. És szerintem Glory is pikpakot lesz, leszi mögött. Tehát tényleg ott nem tudja az ember, Glory, hogy mit nézzen. Bizony ott van. Balázs kap közben egy három szeket. És Nauda és Balázs is egymásra kapadnak. Nyúlik el, Plessy, nyúlik el. Nem tud egyelőre mit csinálni vele Glory. Hihetetlen. És közben jön Nauda is Balázs ellen. És mindahogy jön Pisti is ott Manati mögött. És Nauda ott tartja és megcsinálja. Följön ezzel a harmadik helyre, és ő is úgy, hogy 15-ről rajtolt. Hát elképesztő futamot mennek egyelőre a Ferrarik. Itt Brazíliában. Bizony, de közben a 14. helyért Vadhu megelőzheti Ádámot itt a balosban, és ez meg is van fogja, neki. Meg is fogja. Ádám azért, hogy nyomott egy jobbra indexet, nyúl Máté! Jó, box. Igen. Na, hát, nem kellett volna, nem kellett volna neki se föladnia. Ugyanis itt még itt bármi itt még lepattalhatott volna neki is. És közben Pisti Balázs fogja utolérni. Ú, ott közben Blazio! Szegény Blazi. Blazio a fűben. És turbo háromszak, ami nyilván nem jön jól. Oh! Hammer a falba. Mi van itt hátul? Nem, Bence! Safety car megint, és Ádám is összetörte! Össze, mi történt itt hátul? Őszintén nem tudom, mert kapcsolgattam össze, annyit láttam, hogy Bence van a falban. Annyi szevere collision történt, hogy az valami hihetetlen. És megint jön a félmezőny a boxba. Egy rendben jön ki a két ház, jön a Renault, aki Blazi, ugye már csak ő maradt talpon. És a safety car elengedi őket. Úgy, hát most a két ház az gyönyörűen ott, hogy most megkapta magát. Jön Blazio is. Azt nem értem, hogy az SC az ilyenkor miért engedi el őket? Hát mert várja az elsőt, nem? De már elment és mellett vajon, a Plessy is. Már. És vajon most Plessyék fognak eljönni boxba? Plessy meg Balázs meg Manati, meg esetleg Vél. Hát akkor ahhoz nagyon nagy szerencsé kéne vajon Glorynak egyébként. Mert hogy itt egyelőre az első menet az úgy nem jött össze. Itt a fiatalok számára. Pedig olyan szép verseny volt, és Ádám is összetört, illetve New Matté retire. Ajjajajajaj, le kellett volna kopolni. Hát mondom, megint itt a végén őrült meg mindenki. Nyilván, hát és egy safety car után. Vajon itt Plessyék jönnek-e? Nem, Plessy nem jön Plessy! Nem jön! Balázs sem jön! Hát ők továbbra is életbe akarnak ott maradni ott egyelőre az első és a negyedik helyen. Azta! Fúha, milyen futam minden ez. Rokori is közben a boxban. Hú. És ahogy itt elnézem a csoportot, Rokori is azért vastagon benne volt itt a buliban. És szerintem Rokori is tört talán. Csak fölteszi a lágyakat. Hát ezt inkább hát nem olvasom be, hogy mit írt rende a csoportban, mert hát ez festéket nem tartalmazható betű. És igen, de itt tényleg kíváncsi leszek hát, tényleg kíváncsi leszek. Nyomd a festéket, után, nem tűrő itt mondat volt, bocsánat. Itt mi történt? Mert itt Hammer volt a falban, itt Blazio volt a falban, lett egy Rahedli ötszek, hát itt tényleg ember nem tudja elképzelni, hogy mi történt. Na, akkor azt mondja, golyózik hogy a szemem egyébként, mert nem tudtam hova kapcsolni. Hát, és akkor én? Jó, mit mondjak? Jó, hát, szegény chat. Fú, és Manati jó sem jött ki. Na most egy jó újraindítás Glorynak, és akár meg. De mi nem jött? Nem jött? Ki jön az SC? Nem, még nem. Mondom, majd egy jó újraindítás. Tudjú, Máté elhagyott minket. Biztos prózni. Majdnem bemondtam azt, amiért milyen íveket használnak a játékosok, amiért letiltotta a célig. Nem azért tiltotta le. Akkor e-sport íveket használnak. Rokorinak biztos jó volt a hangja, amúgy, de tényleg egyébként. Vagy egy Benny Bereznai volt. Itt egyébként szerintem egyébként ezzel a körnek a végén
jön az El fogják SC. engedni a... Mázon egy bizony. Tehát itt ez nagyon komoly lesz. Isak lehet szóljon úgy van vele Mélander, vagy nem tudom, hogy kell kimondani a nevét, de... Mélander. Még jobb. Úgy van vele, hogy nyomjátok neki kökrök. És Will ott tudta magát tartani, 8. helyen csak egyelőre azért, a... Csak azért, a safety Kevin Aylander unatkozottam, úgy fogadjon. Hát persze. Annyira jó ez a brazil pálya, azt mondja, hogy hát pár kört nekem is kéne még ezen menni, mert ezt nem. Azt mondod? Én ezt. Bár DK az, akinek még szednie kell a lábait, hogy felérjen. Hiszen a DK is itt benne volt a... Ferrari 2. Itt ebbe a hátsó balhéba. Arons, ugye Balázs, Pisti, Manati, Adminátor, Vél, Vadu, Hammer, Rokori, Bence, Turbo, Rende, Blazi és DK az. Azok, akik életben maradtak ezen a futamon. Egyelőre? Aztán ki tudja, de nem jön még a safety car egyelőre. Nem. És hogy megy még egy, megvár a DK. Megyünk még egy kört. Hihetetlen. Hát Nélendel unatkozik. De hogy ennyire? Hát na. Azon besírnék egyébként, hogyha most valamelyik ifjú titán eldobná a safety car alatt amúgy. Hát csak nem. Az első DK is felért. És Vadó 9. egyébként közben, azt nézem. Illetve Vél 8. Gloria a legnagyobb győztes. Második. Lauda 3. Óriási. Nagyon nagy futam már ez a két Ferrari-tól most. Ha ügyesek, igen, akkor lehet ne ez kettő is el. Egyébként. Hát jó, csak... Lauda mögött... Vagyis hát Lauda, igen, Lauda mögött pont egy Racing Pointnyira ott egy Pisti. Igen. De hát azért őt, hogyha meg tudja fogni Lauda, akkor itt tényleg kalapemelgetés lesz agyba főbe. Na de, van még hátra 7 körünk. Fárasztó 7 körünk, meg izgalmas 7 körünk. Bezony. Mert itt nagyon komoly ereszdel a hajam lesz. Jó van, Nélender, légy szíves. Csapd fel azt a safety car indiszlepet, aztán hadd menjünk. Ezt szerintem most már kör végén ki kell jönnie a safety car-nak, mert itt már... Pessy meg Glory mindjárt legyilkolják egymást. Na és jön is. Az ízekedvéért. És bizony jön is ki. És én viszont itt fogok maradni most előtérleg Glory-éknál. Mert ez itt a bajnoki győzelemért fog menni. Közben Pessy picit ott megcsípte a füvet. Hop, közben. Glory nagyon tapad rá. És sajnos nem igen. Tud Glory jól eljönni. Nem. Bal szerencse, na mindegy, jövök hátra. Ugyanis. Igen. Ott az ugyanis egyik... Pisti támadja Balást közben. Igen, és Rokori Hammer hát, közben. Hát ez egy nagyon komoly... És Madu átugrás volt! Ő mi van itt az eseknél ismételten? Két mert. Persze, mert Vél kimaradt a kemény keverékeken, ez nagyon csúnyán... stratégia, ami mellé nyúlás volt Véltől. Jön Hammer is közben Rokori mellé, és beszúr! Lauda kapott egy 3 szeket! Az meg, ott nagyon Isten, komolyan fog fájni! Mellett. Hát itt vannak itt mindannyian egymás mellett. És Hammer beszúr Vadu mellé, de egyelőre nincs meg a pozíciója. De nem, jön nincs rende. Meg, nincs meg, és ott jött Rende. És megforog Rende! Ott tartja Rende! Úgy ott ő is kap egy kis füvet, ő is kapott minden. Na és DK Bence. Húristen! Hát itt Rende az, aki itt elképesztő módon kapja itt a pofonokat ma. Kapott állítólag Rokoritól is, kapott most itt... Hammertől talán, vagy Blasiótól, és pontosan nem emlékszem már. Húha! És még 6 kör vissza van. És Pisti 7/10-re van Laudától. Bizony, és ott van neki az az 5 szek, ami ott még nagyon-nagyon csúnyán fog fájni. A dobogó szempontjából biztos. De természetesen még nem szeretném az ördögöt a falra festeni, közben Rokori húz maga mögött egy elképesztő szerelvényt. Bizony. És Vadu nézelődik, Bence nézelődik itt mindenki! Ott Bence is ott elszállt! Bence is kiesett! Na de olyan megkapjuk a virtuális safety car! Safety car! És megint safety car! Hát ez így...
Hát ilyen a világon nem létezik. Na, Glory harmadik próbálkozás. Húha. Hopp, és közben Pressy megkóstolja a fület. Ilyen a világon nincs. És Pressy is kapott egy 3 szeket. Hopp, akkor így Glory nyeri virtuálisan eddig Glory a futamon. Glory nyeri, bizony. Glory Pisti, egyelőre az első ezt 3. Ezt meg kell néznem, ne haragudj, hogy hány warningja van. Két warningja van egyébként Glorynak. 2 darab, úgyhogy nagyon vigyáznia kell neki. Eddig úgy állunk, hogy Glory... És Manati drive-thru! Manati drive-thru! És jön is letölti egyébként a drive. Ja nem, nem az a te ház. Nem tudja letölteni SC alatt! Igen, de az ja nem, ház. Nem, az turbo, az turbo, igen, az, az turbo, ház turbo. Volt. De SC alatt meg nem tudja. Tudom. Na tudom, itt akkor most itt Manati is kiszállt a buliból, nagyon durván. Rendének a körülbelül a 43. Verzió, vagy 43. felzárkózása kezdődik. Na vajon közben kapunk-e a stream olyat, az itt. A szezon közben egyébként, egy IRL szezon közben, a valós futamok közben leintik a safety car alatt a futamok? Nem fogják, tudom, hogy érintenék le. Amúgy mennyire reális lenne már ez a 21-es játékban majd, hogy safety car alatti leintés? Semennyire. Vagy a 20-as naptárba, 20-as naptárt játszhatod meg ilyenek? De hát közben... mindig ezt az IE csinálja majd. Dániel írja itt a cseten, hogy jó játékot, hát köszönjük szépen. Hát, igen. Közben egyébként a turbo nem fog valószínűleg felérni a többiekre. Nem. Hiszen a safety car tudja, hogy itt a... még egy kört hajlandó bemaradni. Vagy akár most kijönni. Nem fog még most kijönni. Nem, akkor még egy kört bemarad a versenyszemély gépjárművek előtt. Kedves Nélender úr. Na de Pisti nagyon? Nagyon-nagyon ott van. Nagyon. Na és már hát ilyen? És az ott nagyon-nagyon ott. Hát igen. Mondom, itt egyelőre... És Manati jön a boxba! Manati jön a boxba! De nem tudja letölteni a drive-thru-t, igen! De hogyha nem, megy ki a safety car, akkor izé... Akkor tök mindegy a drive-thru, ha a kövébe sem megy ki. Jó, rende 5 sec, rende ismételten, valamerre itt elszállt. Igen, rende, turbo ott nagyon is. Ott van. Jó van. A... Rende! Megállt az esek előtt! Rende. Rende, mit csinál? Tudom, ez jó kérdés. És átvegye a pályát, jó van, 10 sec. Igen, átgurul, köszönjük. Na, ott mi történt? Nem tudom, de harmadik próbálkozás, Glory mindjárt egyébként. Hát még 3 körre lesz itt nagyba Glory próbálkozni. Glory Pisti csapó 3. És Turbo is drive-thru. Turbo drive-thru, jó van, Turbo is itt kiszállt a játszmából, végérvényesen. Manatival kézen fogva. Rende nem tudom, hogy törten, nem tört rende, jó van. De rendének 16 szeke van, szintúj rende is itt kiszállt a történetből. Glory pedig... Glory 5 szek! Na ott, letörte Glory a szar! És Pressy is kapott 5 szeket! Pisti fog így nyerni! De és tényleg tört Glory! Glory tört Glory! Kell, illetve Pressynek is! Hát de hova? Hát az lehetően az 5 seket. Majd. Hát jó, valahol. Hát akkor majd hozzá lesz adva a játékhoz. Na hát jó van, akkor jó. Na van. Itt mi lesz? Na, hát Pressy... Pressy most már így tényleg kivált húzolt a játszmából a 8 szekével. És Pisti jön, és Pisti támadja Laudát! És meg is támadja, és ott Glory, igen, Glory elenged ott talán mindenkit, vagy nem tudom, vagy nem tudod befordulni. Nem, Balázs már nem engedi előtt, vagy adminátor is rokon jön, illetve ott hát hátul de... Nagyon nagy, és rende! Ó, rende! Hát megint, blablabla. Szóval megint a helyezkedés! Ott Vadu kapott majdnem egy atyai pofont ott a hemöréktől. Úgy ott Vadu majdnem beküldte be az jót a falba, gyönyörű. Úgy, és ott Vél! És Adminátor! Mi van itt már megint a végén? De megint a végén. És hát, ilyen tényleg nincsen az univerzumban. De Hammer viszont és már Pressy vezet.
És bár Plessy vezet, de nem fog nyerni Plessy, mert ott a kis finom nyolc szeke. Ha csak nem talál 7 szeket. Nem úgy. Hát... Tételezzük föl, hogyha mondjuk el is lenne véve. Az is egyenlőre... Nem az ő mamára hajtja a vizet. Nem, viszont most megtalálta egyébként a gázpedált Plessy. Hát, találtott mindent. Rory pedig még egy menti a menthetőt itt a törött szárnyakon. Igen, de jön Rocky, egyelőre... viszont nem jó. Vissza fog esni Glória a hatodik helyre sajnos. Rendel a boxban. Közben itt hátul is gyilkolják egymást. Hopp és Rocky! Nézi, DK! Megelőzi, de aláfordul Glória, aláfordul! És jönni fog az utolsó kör. Mindent eldöntő döntőkör. Így van, mindent el fog ez itt dönteni. Nagyon brutális, csúnya módon. És Vadu az, aki még nagyon-nagyon-nagyon fog itt húzni itt a hetedik helyen bünti nélkül. És jön az utolsó kör bizony. Én meg nekem a kis maradék hangom is el fog menni. Ugyanis ha megmaradt. 8-ek büntie van. Ugye? 8-ig bünti a bűnügye Plessynek, és még Vadu is meg fogja őt előzni, hogy DK közben a fűben! Úgy, hogy most ő is ott visszatol a gyönyörű! És Manati a leggyorsabb kör! Lauda pedig befogja, vagy hát elkezdte Pisti mögött az ipart. Elbizony, de Balázsnak és is... És nem tud elszakadni Plessy. Hopp, és közben Turbo. Egyik ház is ott. Turbo nem, az, nem, aki DK, bocsánat. DK? De persze. DK. Vagy nem? De Turbo volt, bocsánat. Turbo? De hogy ön Plessy! De hova fog visszaesni Plessy? Közben ott hátul is itt milyen vonat megy itt. Igen, jön Plessy, aki a pályán meg fogja nyerni ezt a futamot. Közben Glória az, aki veszti a elkezd pozíciókat. De jön Plessy, megnyeri bár a futamot. De nem, harmadik. Mert a büntik miatt Pisti nyer, Lauda a második, és Balázs a harmadik. Aztán Plessy, Rocori, Vadu, Adminator, Blasio, Hammer, hát és vél fog Glory. Jönni a tizedik helyen minden bizonnyal. Hát úgy Glory meg fánkozik, mindent csinál. Atyavilág, mi volt itt a végén már megint. De szerintem mi Turbo is itt mindjárt meg fog jönni itt a fánkozásba. Rendei szerintem. Hop. Glory 10 szek, úgy ott még ott végére az még úgy az íze kedvéért. És itt neki is áll Glory. És Turbo úgy, is. Úgy a Turbo is ott úgy megjön. Gyönyörű. Hát ott már náluk már izé van. Már ünnepelnek. Az összetettbeli különbség miatt. Hoppá! És itt legyalulják egymást. Jó van akkor. Úgy van. Hát ez gyönyörű így a végére. Ez kellett ide. Úgy a Vadút megállt, gyönyörű, Blasiovai, még szebb. Úgy ott megjött az egész mezőn, gyönyörű, úgy. Ott most oda kicsúsznak, nice. Na. Gurigázzátok be a versenyszemély képjelművet. Aztán haladjunk. És jövő héten a Abu Dhabi. Így van. Közben rácsekkolok a Messenger csoportra. Na? Csoport. Csoport? Csirop. Vajon van az igen. Óriási.
betolatnak, elképesztő. Igen? Na, 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 kiérve előbb! Király. És Lauda a napversenyzője, teljesen megérdemelt módon. Tévesenyi, köszönöm azt írja, hogy ez Gyuri. Hát... Lehet, hogy igaza van. Célfotó meg legyen. Na szóval, egyelőre Pisti. Aztán Lauda, Balázs, Plessy, Rokori, Vadu, Adminátor, Blazio, Hammer és Vér az első 10. Aztán utána Manati, DK, Rende, Turbo és Glory, Bence, Ádám és Nyumáté, azok akik kipottyantak idő előtt. Fú, hát ez nagyon komoly volt. Durva verseny volt, esetleg igen. Hát ez... Így van, és lehet jönni interjúzni, én azt mondom. Hello. Hello. Oh, no. Az Alfa Tauri. Jaj, meg itt közben itt maradtam a lobbiba. És ez abban a pillanatban kint is töltött. Na. Azt. Az hát ez nagyon komoly volt. Ez nagyon brutális volt. Na. Ja, azt mondja, hogy showroom. És akkor Scuderia Alfa Tauri Honda. Így van. Jó, hát nem tudom, hogy menet közben még jön-e valaki. Mindegy, én elkezdem, akik így itt vannak. Azt remélem itt beszélgetünk még egy kicsit, mert itt tényleg annyi minden történt így csomagban, hogy azt úgy nem nagyon lehet fő dolgozni egyelőre. Na, hát első körben akkor Pisti, gratulálok a futamgyőzelmethez is így. Esély, hogy így te mit láttál, mit tapasztaltál. Hú, hát a rajtnál nem erre számítottam, vagy hát a rajtnál nem is, de az első szinten nem erre a győzelemre számítottam. Tehát akkor kezdjük a kvalival. Örültem, hogy az eső gyorsan felszárad, mert mondhatni nem voltam magabiztos. Aztán elég nehéz volt átszokni, a Q3-as faskraim nem voltak túl jók, de végére egy valamit össze sikerült kaparászni, aztán második helyre elég lett. Biztos, hogy sokan tudtak ennél jobbakat gyakorlásba, én is, de most így viszonylag ennyi lett. Második hely, nagyon jó rajtom volt, viszont Plessy a külső éven ott tartotta, nem akartam rácsapni az ajtót a másik kanyarba, és így egy jobb kigyorsítással elment. Hát utána az volt a terv, hogy viszonylag kevés RS-t használva a DRS éve maradjak, na most sok RS használva se tudtam. Tehát nagyon durva tempója volt az első szinten, ezt el kell ismerjem, egyszerűen én is majdnem tökéletesen mentem magamhoz képest, de mindig egy 2-5 adott minden körbe. Úgyhogy szedtem is talán már a tizedik körre két warningot, mind a kettő szörnyű volt, tehát hogy ilyen centikkel is még nem is nyertem. Vele semmi idő, de hát ez van, aztán igazából próbáltam konstans
köröket menni, ami nagyjából sikerült. Próbáltam egy alávágást, de hát Plessy még a kobot lágyakon is hozott rajtam egy két tizedet, aztán beragadtam kicsit Blasio mögé, azzal vesztettem egy másfél szeged összességébe. És hát körözgettem, és aztán jött ez a csodálatos SC-s fázis, ahol nem is tudtam, az elsőnél kijöttem lágyakra, aztán az újraindításnál talán Trimalatit meg tudtam előzni, elég sok RS használva, de az sikerült. Aztán jött még egy SC, ott az újraindításnál Balázs lett meg, utána jött a harmadik SC, ahol a végén Glory és Plessy kicsit összeütköztek, sajnos Glorynak tört a szárnya, pedig valószínűleg ezt a futamot ő nyerte volna meg, tempóból és hát igen. Warningokból. De hát ugye összeütköztek, mind a kettőjük kaptak összeket, de én csak azzal számoltam, hogy Plessynek lett ott egy három szeke, és hogy azon belül legyek, mert az összek valószínűleg el lesz véve. És az ott a végén labdát gyorsan megelőztem, és Glory pedig nem csodázott, teljesen érthető módon, valószínűleg ilyen narancssárga szárnya volt, és ilyen nem volt, úgyhogy tartottam utána Plessyt, és ennyi, nagyon örültem a győzelemnek, most minden összeállt, bár Mexikó után rám fért azért. Úgyhogy tényleg GG mindenkinek, hát Plessynek őrületes tempója van, és ennyi, jó volt. Turbót sajnálom, de az ő futamában is sokkal több volt ennél, legalább egy dobogó, de így alakultak a dolgok majd máskor. Úgyhogy ja, ennyi, köszönöm. Köszönjük. És GG Balázsnak is, nagyon szépen ment. Köszönöm szép. Jó, hát akkor folytassuk is Balázsa. Én azt mondom. Hát, az időmérő az... Van egy kis volt. Finom négyzeted? Igen, be van nyomva. Jó van. Az időmérő felejthető volt, az utolsó körön nagyon jó volt, viszont a végére sem ennyi elszem nem maradt, és buktam vagy másfél tizedet az egyenesbe. Hatodikról indultam talán, aztán a rajtom az úgy, hát magamhoz képest jó volt, maradtam hatodik. Aztán igazából csak estem vissza, igazából Bálinttal azon voltunk, hogy ezt a hatodik-hetedik helyet így tartsuk. Aztán ez igazából így is ment az SC-kig. Ott gondoltam kint maradok, mert ez egy esélyem van igazából. Aztán hát először első SC után talán megelőzött Lauda. Másodiknál megelőzett Pisti, meg még kaptam is egy három szeket. Aztán így igazából így nagyjából ennyi volt. Valószínűleg utólag amúgy negyedik leszek, hogyha Plessynek elveszik azt az ötszekét. De hát azért remélem, hogy nem. Aztán majd meglátjuk. De örülök nagyon ennek a futamnak, mert na. Végre összeállt. Hát, ki, egyébként igen, tehát már kiállt már úgy, úgy neked ja. is. Így gratulálok neked is, és a Plessyvel folytassuk. Aki egyelőre negyedik, aztán hogy lesz belőle második, egyelőre a... Etán első. Na, gratulálok én is mindenkinek, nagyon jó volt a kvali, kihoztam a maxot az autóból, a versenyen is egész jó volt, első-második stint. Aztán SC alatt kaptam egy három szeket, mert éppen elbambultam és néztem az MFT-t, észre sem vettem, hogy lementem a pályáról, úgyhogy azt mindenképpen megpróbálom, hát megóvni, hát ha elfogadják a bírek, hogy SC alatt csak nem lehet annyit nyerni. Több warningot úgyse szereztem, úgyhogy reménykedni lehet. Az ötszeknél pedig az volt az érdekes, hogy egyszer sem volt piros nyíl hátul, hogy Glory közelebb lenne hozzám, és egyszer csak írta a játék az ötszeket, úgyhogy az érdekes volt. Összegezve ennyi volt a futamnak a lényege, nagyon elégedett vagyok a tempómmal. Hibamentesen vezettem végig egészen az SC alatti warningig. Onnantól kezdve megint összeraktam magam, és tudtam hozni, amit hozni kell. Gratulálok Pistinek, mert nagyon jó tempója volt a lágyakon a végén, de hát az érthető is, mert közepeseken voltam. Úgyhogy egész jó futam volt, és remélem, hogy előrébb fogok végezni. Gratulálok még egyszer mindenkinek. Gratulálok, én is. Badu! Sziasztok, hát vegyes érzelmek, volt egy korai balesetem. Glory üldözte Hammert, megelőzte, majd Hammer egy kicsit becsuklott a kigyorsításon, és ezt ki akartam használni, mert nagyon szerettem volna húzatni magam Glory-val előre. Tehát arra nem számítottam, hogy nem fogja tudni megfogni, mire mellé érek, aztán így összeértünk, és hát így lenyírtam vele ott a füvet szerintem.
toltam egy picit Hammer autóját, de részemről ez versenybaleset, aztán szerintem a részéről is. Most veszik meg éppen a csoportba. Aztán reménykedtem, hogy lesz valami safety car vagy hasonló, mert engem csak ezt tudott volna visszahozni a versenybe, vagy vissza is hozott. Igazából nagyon sok szépet nem tudok mondani, szóval inkább dicsérnék pár embert. Az első körben Manatéval nagyon szépen hagytunk egymásnak helyet, az gyönyörű volt. A csoportba írtam, az is nagyon szép volt, ahogy vélennyi kihagyás után ilyen szépen versenyzett. Glory tempója hihetetlen volt, de ahogy láttam a pályán a Ferrari szárnya, tudtam, hogy ez így ennyi. Rip. Igen, rip. Na jó, ha már így felvezettem, akkor amit az én meglátásom, szóval szerintem így a következő szezonra el kéne gondolkozni két nagyon egyszerű dolgon. Az egyik az, hogyha valakinek a másik előtt tört a szárnya, vagy egy olyan vonatban van benne, ahol az elsőnek tört a szárnya, akkor lehet, hogy fel kéne készülni arra, hogy a féktávok kicsit hosszabbak lesznek. Vagy én nem hiszem el, hogy egy 100 fős közösségből mi vagyunk így 20-an az A-ligába, és nem tudunk 2-3 autóval előrébb látni eseményeket, és ugyanez vonatkozik arra is, hogyha mondjuk valaki használt vagy keményebb keveréken autózik a másik előtt, hogy akkor is lehet, hogy hosszabb féktáv lesz. Nem szeretnék nevet mondani, de én nem hiszem el, hogy három kör alatt három féktávon lökik meg az ember hátulról, ugyanezért a dolog miatt, mert egyszer nem látnak emberek a pályán, és én meg nem fogom a magam előtt itt letolni a pályáról, meg olyan helyen berakni, hogy az ő versenye tönkre menjen, szóval van itt miben egy-két embernek fejlődni, de szerintem, hogyha valaki visszahallgatja ezt, akkor tudni fogja, hogy kiről van szó. Ennyi igazából. Jó van. Köszönjük. És akkor... meg van nagy turbónk, így zárásképp. Ha esetleg. Szép napot. Gratulálok én is mindenkinek, akinek sikerült befejezni. És büntetés nélkül lehozni, mert azért nem volt egy egyszerű dolog, így a sok balesettel együtt. A kvalifikációm az megint borzalmas volt, nagyjából ugyanaz volt, mint Mexikóban, hogy nem bírtam az utolsó körömet összerakni. Ezért elég hátulról indultam. A rajtnál nagyjából tisztán eljöttem. Igaz, hogy szereztem ott egy vagy két warningot egyből az első két körbe, de ez most ilyen volt, benne van. Utána életem egyik futamát mentem így, mióta kikapcsoltam a vonalat, nagyon jó tempón volt. Hát aztán ugye jött az első safety car, utána benne voltam egy balesetbe, bejött a második safety car, a harmadik, már áthajtásost ki is kaptam, de ezt már nem bőrtem felfogni, hogy mire. Az első safety car brutálisan jó futamon volt, utána meg már kaptam a szívet mindenhonnan, jobbról, balról, oldalról. Hát ilyen futamok is vannak, hát csak most... az a baj, hogy több van ebből, mint a jobból. Hát igen, de egyébként tényleg ezt leszámítva jó futam volt. Tehát tényleg az első SC-ig tényleg olyan megmozdulások voltak így egyet-egyet így leszámítva, amit így tényleg ilyen... Aztán megint egyébként így... Picit olyan Sochi feelingem van most, meg már nem tudom, ez a hanyadik ilyen futam volt, hogy így volt a safety car, és így egy berándódott a mezőny, és akkor... Na és itt akkor a lehetőség, fogva... akkor most már én mindenkit megelőzök, és én nyerem meg a futamot, mert... Keresztre lehet vetni a futamra, igen. Már nem azért, de azért szerintem, nem akarok itt szemétlenni, de Newmartinnak kicsit jobban oda kéne figyelnie szerintem, mert szezonban a 90%-át a safety carnak szerintem neki köszönhettük. Én egyébként a mondókámmal rá gondoltam, név nélkül. Úgyhogy szerintem, hogyha folytatni akar a ligázást, akkor nagyon figyeljen erre oda, mert ha nem gyakorol, akkor nyilván itt fog kikötni, de azért szerintem meg kell tisztelni a többieket azzal, hogy ha már jön ligázni, akkor gyakorol, és nem fogja az egész versenyt leborítani, és mindenkit kiejteni a ritmusból egy safety car a vége fele. Csak ennyi. Ja, és gratulálok Balázsnak, Laudának is. Részben szerencsések voltak, de ott kellett azért tartani. Úgyhogy a szép futamot mentek.
Balázsnak én is szeretnék gratulálni így a kormányra átállás után, elég szép eredmény. Hát köszönöm szépen. Pirulok. Ennyi. Sok igen. Megértem, hogy egy Brazillal befejezni őket. Na jó van. Hát akkor jövő héten Abu Dhabi, jön a szezonzáró. Hát, én azért már úgy, nem tudom, hogy vagytok vele, de én azért úgy örülök már egy picit. Ilyen lesz jó. Hát én is. Igen. Jobb fog tenni a szünet. Igen, aztán majd folytatjuk. Csik, köszönjük szépen a figyelmet. Jövő héten még egy utoljára találkozunk. Sziasztok!